Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban a Tenzinek fogjuk megnézni a Sapone nevezetű kis szappanját, hogy milyen. Nem itt fogom, mert ezt a csapot ugye csak én használom, hanem majd beviszem a fürdőszobába, ott többen használjuk, ugye váltogatva egymást, és majd szépen kikérem mindenkinek a véleményét, hogy milyen volt. Úgyhogy most így hirtelen többet nem tudok róla mondani. Nekem most lesz egy pár nap tesztelés, nektek pedig pillanatokon belül jön az eredmény. A terméket amúgy az automosowebshop.hu-tól kaptam, viszont ez nem egy fizetett hirdetés. Az őszinte véleményemet fogjátok látni és hallani, mint mindig. Csapassuk! Jó, fiúk, lányok, ez a Tenzinek a Sapone nevezetű szappannya. Már több mint egy hónapja használjuk, és körülbelül kevesebb, mint a fele ment el. Inkább azt mondanám, hogy ugye talán harmada körül lehet. Ami cselt észrevettem, az az, hogy azon rájövő, hogy passió gyümölcs, de a képen gránátalma van, és a kettő ugye nem ugyanaz. Amúgy az illata jó. Azt mondanám, hogy én egy kicsit sűrűnek tartom, lehetne hígabb, de amúgy rendben van, a családban is mindenki kedvelte. Jó volt az illata, örömmel mosták a kezüket vele az emberkék idehaza. Úgyhogy ezzel a videó lassan véget is ér. Ajánlani tudom a terméket, úgy oké, hát ez egy szappan. Úgyhogy ha tetszett, küldjetek egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengettyűt, így nem maradtok le én is ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!